Kedves nézőink, az elmúlt héten szerdán színes diplomák átadására kerül sor a Szabadidő Központban. A következőkben dr. Unger Endrénével gyémán diplomája átadása kapcsán láthatnak egy stúdióbeszélgetést. Köszönöm a stúdióban dr. Unger Endrénét, jó estét kívánok, tanárnő, és először is gratulálok a kitüntetéshez, a gyémán diplomához, ugye ez 60 évet takar, 60 évvel ezelőtt vette át az első diplomáját. Igen. Mennyi volt az aktív év ebből a 60-ból? Az aktív év 45 év volt, ebből 5 évet Gyulán töltöttem, mert a férjem ott volt orvos, és utána jöttem Ajkára, ami hát nagy örömet jelentett számomra a szülőföldtől való távolság ellenére, mert én azt az 5 évet Gyulán úgy töltöttem el, hogy nem volt a szaktárgyaimból órám, kivéve 4 órát, vagy 3 órát, már nem emlékezem rá pontosan, az óvónőképzőbe tanítottam óraadóként. Az volt az örömbe a pech, hogy 4 évfolyamtársam került Szegedről középiskolai tanárnak, ott Gyulán, és nem jutott nekem már szakóra. Hát nem volt még akkor 2 gimnázium, és az 1 gimnáziummal megtöltötték a szükséges gyerekanyagot. Úgyhogy abban az időben én először az első éve, jó, hát még érdemes megemlíteni, mert hát először nem tudtam, hogy mit fogok csinálni. Szabad Kígyósra egy faluból lett picikét fejlődő terület, ott voltam tanár. Szakmai tárgyamat nem is kaptam. Általános iskolába tanítottam 5-től 8-ig. És mindent, csak biológiát és kémiát nem. Hát az bizony először nagy lelki traumát jelentett, mert hát amikor matematika, fizika, vagy tényleg olyan tantárgyakat kellett tanítanom, amihez alapos felkészültség kellett, azok nekem nagyon nagy lelki traumát okoztak, hogy úgy mondjam. Annál is inkább, mert hát egy kis falu volt tulajdonképpen, és hát a gyerekek tudás anyaga megvolt a könyvbe, de a gyereknek sok volt. Úgyhogy hát a fegyelmezés akkor még picit legálisabban tartott, hogy na, egy kis fülest, vagy egy kis körmöst el kellett fogyasztani az embernek, vagy csinálni a kollégák javaslatára, mert egyszerűen eleinte szinte fékezhetetlenek voltak. Sose fogom elfelejteni, hogy hát csupa fiú volt, 1-2 kislány volt ott, az arányok mások voltak, és hát meghúztam a fülét, vagy adtam egy ilyen kis taslit, már nem emlékezem, lényeg az, hogy a most is kezemen lévő gyűrű kövestől kiment, illetve hát csak ő menti a gyűrűből, és hát én nekem elzsibbadt a kezem, és rettenetesen zavart, szóval hát nem voltam ehhez hozzászokva, és a gyerek rám néz, mosolyog, ott gurult a tanárnő, és oda mutatta a helyet. Hát mondom, ez elképesztő. Hát ennyit a fegyelmezésről. Ennyit a fegyelmezésről, igen. De utána én nekem ez tényleg egy komoly, ha ismétlem már magam, lelki traumát jelentett. Szóval nem voltam én hozzászokva, nem is volt soha okom arra, hogy én védekező álláspontot foglaljak el. De hát voltak vagy 40-en, és tehetetlen voltam a belépéskor, és akkor még ezt elmondom, hogy az egyik kollégám azt mondta, hogy rossz módszert választott kolléganő, a pajeszát, vagy hogy is hívják ezt a hajrészt, húzza meg, hát az fáj nekik, és mégse olyan drasztikus, hogy verekedni kelljen.
Na, hát ezt meg, kénomban megpróbáltam, hát mondom, nem teszek kárt benne, meg a szülők se acsarkodtak akkor a pedagógussal, és nem volt olyan nagy önérzet, hogy meri a gyerekemet bántani. Nagyon változott a világ azóta egyébként. Sőt, akkor megköszönték, hogyha az ember, ha nem is testileg, de ha a gyereket megdorgálta, vagy hát éppenséggel megszitta. Mert tehetetlen volt. Na és akkor másnap megyek tanítani, vagy nem, mindegy. Következő alkalommal ennyi, mondom, olyan furcsák ezek a gyerekek. Hát kérem szépen, mindegyik leborot váltatta. Hát ennyit a beindulástól. Aztán hát egy évet tanítottam ott, és hát tulajdonképpen ez volt a tanuló időszakom, és ebből okultam azon, hogy nem lehet. Szóval semmilyen, még a fenyítésnek a minimálisával sem lehet a gyerekhez közeledni. Tehát mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy akkor ide ajkára kerülve volt pályakezdő, úgymond. Igen. Pályakezdőként, hiszen a végzettsége szerint akkor itt ajkán kezdett dolgozni. Itt ajkán hova került? Ajkán, hát ugye a férjem akkor május 1-én 1960-ban jött ide a bőr és a megnyílt, újonnan megnyílt bőr és nemi beteg gondozó vezető orvosa lett. Ő májusban, 60 májusában idejött, és ő intézte az én felvételemet. Ugyanis amikor ő az állását megtalálta az újságba, vagy valami folyóiratba, egészségügyi folyóiratba, utána rögtön eszébe jutott, hogy én is hát megyek vele, hogy mi van, én nekem hogyan van, milyen lehetőségeim vannak, és nagyon nagy örömünkre benne volt már az ajkai általános gimnázium állása hirdetve volt, a 60-61-es tanévtől kezdve. Na most ugye akkor a járási tanács az Devecserbe volt, és a Tőkés Jóska volt ennek az adminisztratív intézője, és Bandi, amikor idejött Ajkára, ő azonnal ment Devecserbe az én állásügyemet intézni, ami 1960-tól számított, augusztus 15-től, és középiskolai tanári állással volt meghirdetve. Az általános gimnázium volt ugye a Bródi. Általános gimnázium volt a Bródi, akkor még a régi Bródi volt. Vagyis szanaszéjjel épületekből volt akkor a Bródi, mert a kollégáim mesélték el, hogy a postán is volt tanterem, akkor... Mármint a régi postán, ami már rég nincs régi meg. Régi postán, és hát a többi épületet is felsorolták. Hát az idő az elég régen volt, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy hova mentek, de nagyon sokat kellett lótni, futni nektik. A posta úgy megmaradt, hogy ott is volt egy osztályterem. És emlékezem még a régi részlegének az épületnek, ott a Fekete István iskola után, meg is van az az egyszerű házszerű, hát egy ház volt tulajdonképpen, és én oda kerültem rögtön, hogyha átjöttem a Kossuthból, a Bródi, vagy a, hát mindig Bródit mondok már, de a régi gimnáziumban, mert aztán úgy kaptam én ott állást, hogy állandó állásom volt a Kossuth iskolába, de hát akkor az sem Kossuth iskola volt. Ott voltam törzsállományba. Ez akkor általános iskola. Az általános iskola volt. 60-ban ott kezdtem, és így is szólt az állásom, hogy a 60-61-es tanévbe törzstag leszek a Kossuth iskolába, és óraadó a Bródiba. És hát én nagyon örültem neki, mondom, itt legalább elkezdem a szakmámat. Hát ugye ez volt az illuzókritikus elképzelésem, ugyanis ott se tanítottam a saját szakmámat, hanem hát valami egy-két, vagy két órám volt biológiából, meg kémiából,
A többi az megint a szükséges órák. Torna, ének, matematika. Szóval ami jött. Ami jött, és változóan, hogyha helyettesíteni kellett. Na, jó, hát, de örültem neki, hogy azért már fél lábbal a középiskolában vagyok, és hát igyekeztem azt is pótolni, mert 4 év azért az nagyon hosszú idő, és hát nem tudtam állandóan a fontos tananyagokat, a biológiát, kémiát kicsit átismételni, mert hát, hogyha kellett matematikát vagy fizikát helyettesítenem, hát akkor elég volt azért nekem arra készülni, mert igen, azért igen. Hiába volt az egy leegyszerűsített dolog ugye 5-be, de már a 8-nál jobban. Na, augusztus 15-től már hát állományba voltam, ami azt jelentette, hogy kellett előkészülni a következő tanévre, ami már nekem, a következő tanév, hát az 61-62-es lesz. De most még csak a Bródiba voltam. Megérkeztem, bemutatkoztam, Szél Tamás volt az ügyeletes, nyári vakációs még, és mondja nekem, hogy kolléganő augusztus 20-án vagy hanyadikán, erre már pontosan nem emlékezem, Keszthelyre fogja kísérni a tanulókat, akik részt vesznek ilyen kulturális műsor, kulturális előadás és verseny szokott lenni augusztusban. Én arra már vagy emlékeztem, az hosszú ideig volt. Volt is hivatalos neve ennek a kulturális versenynek végül is, és mikor azt mondta nekem, és egy éjszaka ott kellett aludni, aztán pénteken este mentünk, akkor még szombaton is ott kellett aludni, és vasárnap jöttünk haza. Hát én akkor sokkal érzékenyebb voltam a külvilágra, és nagyon hamar elsírtam magam, és akkor ott a Tamás előtt elkezdtem zokogni, hogy én hétvégén most oda megyek egy néhány gyerekkel, akiket nem ismerek, meg felnőtt kategóriában is voltak már, hát ugye negyedikesek azok már anyányi lányok, fiúk, minden, és most becsöppenek ide, hát nagyon tehetetlennek éreztem magam. Fiatal kezdőtanárként, igen, ugye? És hát úgy féltem is idegenbe, ha valami probléma van, most hogy állok neki az ügyintézésnek, szóval elsírtam magam a Tamásnál, a Tamásnak pedig a maga módján, még ugye nem is ismertük egymást, tehát nem volt az udvarias viselkedésen kívül semmi közvetlen szó nem volt, olyan, hogy na ne sírjon. Hát ugye az ember ilyenkor elvárja, hogy hát legalább vigasztaljon meg, hogy ez nem lesz olyan nehéz dolog, és hát azért én könnyeztem, és azt mondja nekem, ne sírjon már, se kutyája, se macskája, kit küldjek el? Na, mondom, jó, ide jöttem én, kellett ez nekem. Na, akkor... De aztán végül is úgy tűnik, hogy kellett, mert ugye igen, itt maradt, volt, ugye. Ugye, szóval, és akkor mentem, de minden időt kihasznált arra, vagy minden alkalmat kihasznált arra, hogy én menjek ide-oda az óraadó. Hát szóval... Talán mikortól volt véglegesen ott a Bródiba, tehát, mert a végül is... A következő tanévtől már az voltam, végleges voltam. Tehát az 60-61-be akkor Kossuthba voltam, törzsállományba, és a következő évben, a 61-62-be már a Bródiba mentem át, és akkor kaptam osztályt is. A mostaniak ugye 65-be érettségiztek, és hát imádták a férfiakat. Szóval, hát ugye én is 27 éves voltam, ők között pedig már volt 18-19 éves is. Tehát tényleg anyányi lányok voltak a felsősök, igen. De ezek az első osztályaim is azért olyan kis önérzetes, határozott lányok voltak. Úgyhogy én úgy emlékezem vissza, hogy nem volt közöttünk egy olyan szeretett osztályfőnöki viszony. Sok férfi tanár volt, és én, mint nő,
úgy láttam, hogy ezek a férfiakat szívesebben veszik az órán, mint engem. És csak biológiát tanítottam, meg osztályfőnök voltam. És én is, hát ugye, szóval a pedagógiát, az alapokat megtanuljuk az egyetemen, de a viselkedést, a hozzáállást, azt tanulni kellett. Én nekem legalábbis. Én mindig egy kicsit olyan infantilis gyerek voltam, aki mindent anyukájától kérdezett meg otthon, és az volt a jó, amit az anyu tanácsolt, és én pedig hát, amíg nem tanítottam, addig nem is voltam annyira önálló. És hát láttam rajtuk, hogyha nem is nem szeretnek, vagy utáltak, hát ilyen kategóriákat az ember nem szívesen állít fel egy-két hét után. De aztán beletörődtem. Hát a Tomai tanár urat is imádták, Böröcz Ferit is imádták. Szóval látszott rajtuk, hogy nők, na, és nagyon szerették. És levelezőknél is a levelező tanítványok elkísérték a tanár urat mindig haza. Szóval hát mondtam, most hogy kell ehhez a környezethez alkalmazkodni? Hát az ember nem tudja meghazudtolni saját magát. Úgyhogy ez is egy probléma volt, hogy hogyan is, és kitől mit tudok ellesni. De hát ez... Azt gondolom, hogy aztán ez sikerült, igen, is, hiszen hosszú sikerült, évtizedeket igen, töltött és ott. És aztán hamar igen. Tulajdonképpen ez megoldódott. Na és a lányok azért tartózkodók maradtak. És biztos, hogy az én habitusom is hozzájárult ahhoz, hogy nem tudtunk teljesen feloldódni. De azért nem, konfliktus nem volt, találkozót se csinál. 5 éves találkozó volt, és volt 10 éves találkozó. Arra emlékszem, mert a Hartman Iván is ott volt, mint férj, mert a Nagyperge Rózsika is, a felesége ebbe az osztályba járt. És hát elbúcsúztunk egymástól, és hát akkor vége volt ugye az ő osztályuknak, vagy befejezték az iskolát, elmentek szakmára, iskolába, minden, szóval minden a rendje módja szerint ment, de nem olyan mély nyomokkal a szívembe, hogy na most én nekem, hát de rossz lesz, hogy nincs a tanítványaimmal olyan kapcsolat, amit azért én szerettem, meg a idősebb kollégákkal beszélgettem, és érdekes módon, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak engem a Kossuthba, és mindenki úgy érezte, és idősebbek voltak jóval nálam, hogy ő neki kötelességük én rám vigyázni, tanácsot adni, sütni, főzni, úgyhogy az egy szép emlék maradt számomra. Na és akkor elmentek a lányok, akkor jött a következő, a Tóth Jóskáék, a Kóger Erzsike, ez egy nagyon jó osztály lett, szellemiekbe tudásba, mert kísérletileg beindították a kémia tagozatos osztályt. És hát az is pedagógiailag nagyon jó volt, mert hát magasabb követelményekkel, kicsit több anyaggal, elsősorban a kémiai laborokon a titrálást, elemi gyakorlatokat, tulajdonképpen vegyész gyakorlatokat kellett a tanmenet alapján igen. Megcsinálni. És viszont hát nem volt, az volt a probléma, és ezért is dőlt dugába 4 év után ez a fajta oktatás, mert nem volt megfelelő a tárgyi feltétel. Hát ugye asztalkáknál volt a gyakorlat. Hát az meg tudva levő, ugye elég keskenyek voltak, előttem vannak azok a zöld asztalok, mert az valamikor tantermi berendezés is volt, és minden asztalnál 2 gyerek dolgozott kémiát. Kémia gyakorlat 2-szer volt egy héten. És labilis volt. A padló labilis volt. Volt olyan, ami hát lötyögött, és hát az azért kellemetlen, mert azért csak dolgoztak savval is. Igen, egy kémiai gyakorlat folyamán azért ez borzasztó, veszélyes ez meglehetősen izgalmas dolog volt. És ugye,
Hát ők is elsősök voltak, amikor indult ez a folyamat, és emlékszem, a Szabó Laci, nem vagyok benne biztos, hogy a keresztneve az volt. Az édesapja az akkor a polgár vagy a tanácsnál volt pénzügyi vezető. Akkor Szabó Miklós. Igen. És hát aztán később jobban lettünk nagyon úgy családilag is, és hát a kisfiúk is aranyos volt. De ő meg ugye kicsit visszamaradt a többiektől fizikai megjelenésében, szellemiben nem, de fizikaiba is. Első padba ült, és amikor gyakorlat volt, ugye állva dolgoztak általában. Amikor pedig leültek, ő is Miki volt, a kis Miki. Hátradült a széknél, és hintázott. És mondom neki, hogy kisfiam, ülj rendesen, mert kicsúszik alólad a lába, a széknek a lába, és baleset lesz belőle. És akkor én ugye, hogy hát dicsekedjek azzal, hogy én is voltam gyerek, én megmondtam, hogy én ugyanezt csináltam otthon nyári vakációba, és a lenti nyári konyhába ebédeltünk, de rossz idő volt, és bent voltunk a lenti konyhába, ami mellett volt, az én székem a spájz ajtó mellett volt. És anyukám még hozta a második fogást, és én is egyet lögtem magamon. És édesapám azt mondta, hogy ülj rendesen az asztalnál, hát megfelelő hangsúllyal. És mondom, tudod, mi lett a vége? Az, hogy én titokban még egyet akartam lökni magamon, beestem a spájzba, a spájz polcra megesett a fejem, az alsó vagy nem tudom, hanyadik polchoz, és úgy megütöttem a tarkómat, hogy sírni lett volna kedvem, de hát nem tudtam azonnal felállni a székről. Oda jött édesapám, felhúzott, és úgy elfenekelte, hogy még most is érzem. Tanárnő említette azt, még itt adás előtt beszélgettünk, igen, hogy nyugdíjas ugyan, de rendkívül elfoglalt. Nagyon sok a dolga. Hogy telnek a napjai? Hát az elfoglaltságnak az alapja az, hogy 80 éves elmúltam. Helyesebben 82 is elmúltam. Azon kívül 2013-ban volt egy balesetem, 13-tól, hát 14-ig én nagyon beteg voltam, vagy egy évig. És hogy egy kicsikét jobban lettem fizikailag is, meg szellemileg is, szóval tudok törődni magammal, örülök másoknak. Azt szoktam mondani, hogy én önállítással tudom a közérzetemet megjavítani. Mert hogyha az ember belegondol, úgy mesztelenül, nyersen abba, amiben sokszor van, mint egyedülálló, akkor bizony meg lenne az ok arra, hogy elkeseredjem. De hát se nekem, se másnak nem teszek jót vele. Úgyhogy ez az elfoglaltság oka, meg a másik az, hogyha egy picit is van erőm, meg jól érzem magam azért, hogy Istenem, hát mennyi ember vesz körül, és ezek a tanítványok, akikre tudom, meg hát tudja az ember, hogyha ha bajban van, segítenek, de életfogytig nem segít senki, mert mindenkinek megvan a maga baja. És van egy mondás, ami nekem most egyre élénkebben jut az eszembe, csak a szerzőt nem tudom, halálodra magadra maradsz. És végül is, hogyha az ember ebbe a mondatba úgy belegondol, és egy kicsit még talán reálisabban is akarja elemezni, akkor megvan az ok arra, hogy elszomorodjon. De hát ezt nem akarom csinálni. Így igaz. Tanárnő, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásokat, és kívánok sok jó egészséget még önnek. Szépen. És gratulálom még egyszer, köszönöm szépen. Köszönöm, és hogyha valami olyat mondtam, ami sértené a Tamást, akkor ne legyen belőle szomorúság részemről is, meg részére, de ez volt a realitás, szóval neki is meg lehetett mondani mindig az igazságot. Köszönjük szépen. Jó.